Akkor mindenkit üdvözlök a novemberi kriptonátunkon, idén nem is tudom, harmadik összesen talán. Úgyhogy mindenkit biztatok, hogy adjon be jelentkezést ilyen kriptonát megtartására. A mai téma az kriptanalízis, méghozzá ilyen különböző challenge-ek alapján. Az elmúlt egy évben elég sokat játszottam ilyeneken, és nagyon érdekes feladatokba ütköztem, ami szerintem nagyon tanulságosak voltak ilyen hát kriptoanalízis szempontjából, és ezeket gyűjtögettem össze, és ezeket akarom megmutatni, és itt van azok a témák, amikről akarok beszélni, és mint látjátok, ez hat elég kemény a téma, ennek mindegyik pontjának külön-külön kriptonájtot lehetne szentelni, úgyhogy kicsit rohanni fogok szerintem, nem tudom, megpróbálok beleférni két és fél, vagy másfél-két órába. És be kell látni, hogy mindegyik témára sokkal jobban fel lehetne készülni, mint amennyire én fel vagyok készülve most. mint mondom, tehát szerintem mindegyik témának külön kriptonáltat lehetne szentelni, ezt most nem tettem meg, és a felkészülésben sem tudtam mindegyikre annyi időt, mint amennyit szerettem volna, de annyit elmondhatok, hogy az összes ilyen feladatot megoldottam, és van rá működő kódom, és tehát volt, amikor ezt teljesen átláttam már. De mondjuk lehet, hogy egy év távlatában már nem minden részletre emlékszik az ember. Megpróbáltam ezeket felidézni, de lehet, hogy lesznek bizonytalanságok. Szóval hat feladatot szeretnék bemutatni, méghozzá kettő a challenge-ből fogok válogatni. Az egyik challenge az a Dán, nem tudom milyen, Kopenhágai Egyetem IT Security tanszékének az ilyen treasure hunt-ja, ahol nagyon sok feladat van mindenféle témában, reverse engineering, binary exploitation és kriptográfia is, és az első pár feladatot, az első hármat konkrétan, azt onnan válogattam, ezek szerintem esetenként akár elég könnyű feladatok is, mégis sok örömet okoztak. És akkor az első feladat, az a Bookit nevű, ez csak egy ilyen sok szöveggel leírtam. Ez a Bookit, ez annyi, hogy kap a játékos egy Bookit nevű binary-t, amit aztán futtat a számítógépén. Ez a binary, ez csatlakozik valamilyen szervernek, valamilyen portjára, és vár tőled valami inputot, majd ezek után jön valami bináris válasz erre. Az ember ilyenkor megnézi valami disassemblerre, hogy mit csinál a bookit maga belül, és kiderül, hogy itt egy RC4 titkosítás van használva. Amikor ezt egy kicsit játszadozol, amikor ugye inputot küldesz, és megnézed, hogy milyen hosszú, ami visszajön, egy idő után rájössz, hogy mindig ugyanaz a bináris jön vissza. Ami arra utal, hogy itt egy RC4 mindig ugyanabban a kulcsa van használva. Innentől kezdve elég egyszerű kitalálni, hogyha sikerül valamilyen plaintextet kibányásznunk belőle, akkor az egész keystreamet vissza tudjuk szerezni. És valóban maga a bináris az tartalmaz néhány olyan szövegrészletet plaintextben, amit hogyha kísérletszerűen összeszorulunk a bináris outputtal, akkor ott megtaláljuk valóban, vissza tudjuk állítani a keystreamet. És akkor, amikor ezt már meg lehetett csinálni, akkor utána csak annyi volt a feladat, hogy küldök entereket, és mindig ugyanazt a szöveget kapom vissza, az ismert, és ebben annyi byte-ot a keystreamből tudok magamnak ismertté tenni, mennyire szükségem van, és utána, amikor ez megvolt, akkor el tudom juttatni a játékot egy olyan állapotba, ahol egy olyan funkció fut le, ami egy buffer overflow hatására nekem shared nyit. De ehhez először az RC4 keystreamet kellett megszereznem, ami nem egy nehéz feladat ebben az esetben. Javaslom, itt az URL, aki akar vele játszani, kb. Ez a feladat, de a feladat egy bináris exploitation-t is tartalmaz, tehát itt tényleg egy shellkódot kell írni, ami aztán a végén kiírja a flaget. Tehát ez egy ilyen kombinált feladat. Ez nekem azért tetszett, mert itt mindenre szükség volt, egy kis kriptográfia benne, volt egy kis reverse engineering benne, és volt egy binary exploitation is benne, és ez egy nagyon szép kis komplexebb feladat már, nem kezdőknek talán nagyon tudom ajánlani. A következő az egy kicsit komplexebb feladat volt, ugyanitt az URL megint látható, aki akar vele játszani. Amit kap az ember, az egy a bináris ismét csak, egy elég nagy plaintext ciphertext páros,
ami ebben az esetben azt hiszem egy MP3, egy elég nagy MP3, tehát jó néhány megabájtnyi MP3, és az egyszer megvan MP3-ba, és egyszer pedig titkosítva, és egy kriptogram, ami tartalmazza a flaget, tehát azt a titkot, amit meg kell feltennünk ahhoz, hogy pontot kapjunk a feladat megoldásáért. Tehát itt is látszik az első ránézésre, hogy mivel van plaintext, ciphertext párunk, valószínűleg valami key recovery-ra van szükség, és akkor ebből a key kulcsról, amit visszafejtünk, a kriptogramot ki tudjuk nyitni, és a pontot meg tudjuk szerezni. A feladat itt is számomra oly kedves kis reverse engineering-gel kezdődik. Méghozzá maga a binárisnak a reverse engineering-ével. És azt mutatnám is. Encrypt block. Yes. Szóval, lehet, hogy nem fér ki teljesen, de ez már az általán kommentezett verzió, itt a jobb oldalon lehet látni, hogy nagyjából mi történik. Sajnos ez egy kicsit lecsúszik, de itt lehet látni azt, hogy itt van egy plaintext, hát, olyan odébb. Egyébként ez áttörje a következő sorba, tehát nagyjából lehet látni. Itt lehet látni, hogy az IV-t összeszorolja a kulcssal, plaintext, tehát itt valami valóban kriptó műveleteknek néző dolgok történnek. Utána felhívódik egy F nevű függvény, ezzel a paraméterezéssel, és akkor ez így megy tovább. És akkor itt az ember, aki egy kicsit már foglalkozott kriptóval, az itt elkezd gyanakodni, hogy ez egy Feistel network lehet, a Feistel network-ök a block cipher-eknek egy speciális csoportja, aminek egy a struktúrája határozza meg, az egy IBM munkatárs, egy Feistel nevű munkatársnak köszönhetjük, és igazából a Dash is egy Feistel network. És akkor így megy tovább, tehát így kellett egy kicsit reverse engineering-en, és akkor ez lett belőle. Mi volt a másik kriptászom? Yes. A végeredmény, lesz leegyszerűsítve az egészet, az aztán ezzé fajul, és akkor itt a legvégén van a igazából a lényeg. Az egész függvény, vagy az egész assembler kód kb. Ezt a műveletet hajtja végre, illetve ezt a műveletet hajtja végre. Hogyha ezt kifejtjük, akkor ezt a gyönyörű Feistel network-ot kapjuk, és ezek a műveletek hajtódnak benne végre, ahol a kör alakú művelet az a XOR, Exclusive OR, egyébként pedig az F műveletet lehet látni itt középen kétszer, ez egy, illetve két szélén is. Ez egy klasszikus Feistel network, és hogyha ezt brute force-olni akarnánk, azt hiszem ez 32 bites kulcsokkal dolgozott, vagy 64 bit, mindegy. Az a lényeg, hogy simán a kulcsot brute force-olni nem volt, 64 bites, nem volt értelme, mert egyszerűen túl lassú a brute force-olása. Viszont szerencsére kiderült, hogy az F függvény az megfordítható, ami egyébként egy Feistel networknél nem szükséges, de mivel megfordítható az F művelet, ezért egy tök egyszerű algebrai támadással le tudjuk felezni a brute force-olandó bittek számát 64 bitről 32 bitre, ez mondjuk nem pont felezés, de a bitek számát tekintve mégis. És a 32 bitet viszont már könnyedén, belátható időn belül, egy-két percen belül végig tudunk pörgetni, és akkor helyre tudjuk állítani a kulcsot. Ebben az esetben mutatnám, hogy tehát amit ismerünk, ugye
ismerjük P0-t és P1-et, ez igazából a plaintextnek két részre való szakítása, mivel ugye az elején mondtam a feladathoz, van egy MP3 fájlunk és van egy titkosított MP3 fájlunk, tehát itt gyakorlatilag vesszük az MP3 fájl első 16 bájtját, az első 8 az a P0 lesz, a második 8 a P1, az ismert. Van ennek az titkosított változata is, tehát a C0-át és C1-et is ismerjük. Innentől kezdve csak azt kell kitalálnunk, hogy mi a K, ami kihozza ezt az eredményt. És ezt meg is tudjuk tenni, méghozzá úgy, hogy a K0 és a K1-nek csak az egyik részét, szintén ezek azt hiszem, hát nem tudom, 32 bitesek azt hiszem. És így jön ki 64, igen. Tehát, hogy ezt a 32 bitet brute force-olom csak, tehát mondjuk azt csinálom, hogy a K1-nek az értékül adom a nullát, aztán az 1-et, aztán a 2-t, aztán a 3-at, aztán a 4-et, és így tovább, és így tovább. És minden egyes alkalommal, amikor K1-nek egy ilyen értéket adok, akkor végig kezdem számolni. Itt az egér mutatóval próbálom mutatni, ez látszik. Tehát a K1-et ismerem, mivel ezt most állítottam be, mondjuk nullára. Akkor ezt össze tudom szorolni P1-jel, tehát a P1 az ismert, ezt össze tudom szorolni, ebből lesz egy nulla. Azt itt be tudom küldeni az F függvénybe, és az is, itt megállok egy pillanatra, mert itt a K1-et azt be is tudom tolni az F függvénybe még egyszer, és itt is át tudom tolni. Ezt az utat pedig ismerem ideig, ezt még ki kell számolnom, és hogyha ezt ki tudom számolni, akkor a C1-et tudom verifikálni. Mindeközben itt az F-et, tehát ugye K1 szor P1, azt áttolom az F-en, miközben itt kijön, ezt a P0-át ezt ismerem, de K0-át még nem ismerem, tehát ezt még nem végzem ezt a műveletet. A lényeg a... onnan kijövök, onnan be. Ja igen, alulról kezdem, mert C0-át ismerem. A C0-át össze tudom szorolni. Nem tudom összekszorolni, mert ott bejönnek el. Hogyan ez? Csalok. Ez a megoldás. gyakorlatilag itt ugye a K0-nak adok akkor egy értéket, és így végig számolom, és a végeredmény akkor lesz helyes, akkor találtam ki a helyes K1-et, hogyha a C1 egyenlő a CX-el, amit ott számolok. És ez ennyi az egész megoldás. És hogyha ezt az ember nézegeti, ez most lehet, hogy jobban kellett volna nézegetnem felkészülésileg, de anno, amikor nézegettem, akkor egyértelmű volt az összes egyenlet, amit fel lehet írni, amiből aztán kijön a C0-C1 egyenlőség, amit itt le is írtam egyébként. Erre lehet, hogy visszatérünk majd a végén, és akkor megpróbáljuk végigkövetni, hogy hogyan ez ki, mert ez egyébként egy, szerintem egy nagyon szép, érdekes feladat. Lépnék tovább. A következő az egy olyan feladat volt, ahol megint csak kaptam egy binary-t, megint csak kaptam egy nagy plaintext és egy nagy ciphertext párt, és megint csak egy kriptogramot, ez úgy tűnik, hogy ez ilyen sematikus. Megint csak valami key recovery-re van szükség, megint csak a binary-t meg kell néznünk, hogy mit csinál a binary. Miután reverzeltem ezt a binary-t, ez az algoritmus köszönt velem szembe. Ez gyakorlatilag egy hashboxokon alapuló SPN network. Ahol vannak hashboxok, vannak permutációk, és vannak szorolások kb. Ez itt nagyon szépen látszik is. És négy roundos ez a algoritmus. És a címe a feladatnak az a linear maybe, ez már utal arra, hogy itt lehetséges, hogy lineáris kriptoanalízissel kell támadnunk. Ez így az egyik keményebb falat a bemutatásra kerülő támadások közül. Hogyan néz ki ez a lineáris kriptoanalitikus támadás? Ez azon alapul, hogy van benne egy hashbox, aminek a
inputja és az outputja között lineáris kapcsolatot tudunk felfedezni. Hogyha egy S-box tökéletes lenne, akkor nem tudnánk felírni semmi olyan tulajdonságot, ahol bizonyos inputra, bizonyos outputra nagyobb, mint 50%-kal teljesíteni bármilyen ilyen tulajdonságot. Tehát erre például egy példát tudok mondani, hogyha például egy S-boxba beküldünk egy értéket, és mondjuk ez az S-box csak annyit csinál, hogy hozzáad egyet a bejövő értékhez, akkor ami kijön belőle, annak az eredménye az egy elég lineáris valami, mert például lineáris olyan szempontból is, hogy megfordítja a páros páratlansági, tehát akár egy paritás bitet, hogyha számolunk az input-outputon, akkor ez a művelet, ez minden esetben az ellenkezőjét veszi. És ez egy elég szép lineáris kapcsolat, méghozzá 100%-os. Hogyha egy ilyen van, akkor már nyertünk is, mert tudunk építeni magunknak egy utat, amivel, és ezt most be is mutatnám, általában azért nem 100%-osak az ilyen úgynevezett bias-ek. Ebben az esetben itt egy 4x4-es S-box, 4x4 bites S-boxot vizsgált valaki az interneten, én ennek másoltam ki a screenshotját, és itt az látszik, hogyha az input mask 0 és az output mask 1, akkor abban az esetben a 16 esetből 8 esetben teljesül ez a tulajdonság. Ugyanígy, hogyha az output mask 2, hogyha az output mask 3, és így tovább. Ami érdekes, hogy például, hogyha az input mask 6 és az output mask 2, abban az esetben ez a tulajdonság, ez az esetek 3/4-ében teljesül. Ez azért már egy elég szignifikáns bias. Ezzel, hogy mi az output mask, az azt jelenti gyakorlatilag csak annyi, hogy csak ezeket a biteket vesszük figyelembe a paritás számításánál. Tehát ebben az esetben általában a paritást nézünk, ez az a tulajdonság, amit vizsgálunk, és ez azt jelenti, hogy mondjuk, hogyha van egy 8 bites S-boxunk, akkor inputként van egy 8 bites számunk, amit betolunk az S-boxba, és kijön belőle egy másik 8 bites szám. A paritást azonban nem mind a 8 biten számoljuk, hanem erre vannak a maszkjaink, hogy megnézzük az összes kombináció, ami létezik a maszkban, és mindegyik között vizsgáljuk. Tehát itt is látszik, hogy 0-tól elvileg 15-ig, és a másik irányban is 0-tól 15-ig tart ez a táblázat, amit itt mutatok, csak egy része van kivetítve. Úgyhogy az összes input maszkot, tehát megnézzük, hogyha csak az egyes bitet nézem, a kettes bitet, ezeknek a kombinációt, és így tovább, megnézem, hogy ez az milyen output maszkkal hány esetben teljesíti a paritás tulajdonságot. Tehát, hogyha ugyanaz a paritás a input maszkot biteknek, mint az output maszkot biteknek. És ezt számolom. Hogyha ez a tulajdonság teljesül, akkor növelem az adott cellában a számlálót. És itt ebben az esetben például láthatjuk, hogyha az input mask az 3, tehát az első két bitet vizsgálom, és az output mask is 3, tehát az a kimenő első két bitje, az esetek 3/4-ében egyező paritást fog mutatni. És ez egy olyan tulajdonság, hogyha csak az első két bitet vizsgáljuk, amivel egy úgynevezett distinguishert tudunk építeni, ami segíthet nekünk a kulcsnak a helyre állításában. Ez hogy néz ki a gyakorlatban? Van hozzá nagyon szép paper, ezt linkelem meg, ezért a végén megosztom egy zipben az egész előadással. Ez úgy néz ki, hogy itt egy tipikus SPN hálónak a sematikus ábrája, ahol ami bemegy, azok a P-k, az a plaintext bitek, amiket összeszorolnak a K1, tehát ugye itt round kulcsok vannak, az első körnek a kulcsának az adott bitjével. Ez az első művelet, ez itt a XOR, tehát ahol összeszoroljuk a plaintextet, az első round key-vel gyakorlatilag ez. Ezek után, ami ebből kijön, betoljuk a kijövő byte-okat az S-boxokba.
Miután az S-boxban kitoltuk, és itt látjuk az útvonalat egyébként, itt hogyha az input mask az ez a bit és ez a bit, és az output mask ez a bit, akkor ebben az esetben valószínűleg egy erős biaszos paritás kapcsolat, lineáris kapcsolatot is fedeztünk fel az S-boxban. És ezt használjuk ki, tehát megpróbáljuk kiválasztani azokat a biteket, az input oldalon és az output oldalon, és megnézzük, hogy a paritás az stimmel-e. Csak hát ebben az esetben utána még jön, ugye itt látszik a keverő, a permutáció lépés, és utána jön a következő kör, a következő körben, ami kijön az első részből, ami e fölött van, azt megint összeszoruljuk a round key-vel, az aktuális RAN-nak a kulcsával, utána megint betoljuk az S-boxokba, itt az S-boxoknál megint csak kell figyelni kell a lineáris kapcsolatot, és követni kell, hogyha itt egy bit megy ki, akkor másik oldalon melyik az output mask, mely bitek azok, amiket figyelnünk kell, és akkor ez így a következő oldalon láthatjuk, itt ez a két bit, amit továbbra kell figyelnünk, ez bemegy a harmadik körbe, itt megint csak szorolódik a harmadik round key-vel, itt aztán megint beesik egy S-boxba, megint keveredik, és itt láthatjuk, hogy a végén az input és az output maskok egy útvonalat rajzolnak le nekünk az egész cypheren keresztül, ahol bizonyos biteket kiválasztunk az inputnál, ami aztán az outputnál bizonyos másik bitektől függ teljes egészében a paritásuk tekintetében, legalábbis egy bizonyos valószínűség szerint. Az esetek 75%, tehát ebben a konkrét esetben itt a példa az volt, hogy az esetek 75%-ában az input mask, mit tudom én, 1-es és 2-es bitje paritása egyenlő az output mask 1-es és 2-es bitjének paritásával. És ez az esetek 75%-ában igaz. És ez a distinguisher. És olyan útvonalat próbálunk választani, mindig az S-boxokon keresztül, ahol az input és az output mask az maximalizálja annak a valószínűséget. Sajnos itt az van, hogy ugye ezek egymás után jönnek, úgyhogy összeszorozódnak ezek a valószínűségek, és eleve nem nagyok, úgyhogy a végén elég kis valószínűségekkel dolgozunk, mégis elég szignifikánsan eltérnek az 50-50%-tól. Viszont az, hogy mennyibe, tehát ez a következő lépés, hogy ugye van egy nagy plaintext, ciphertext párunk. És minél több szempelünk van összefüggő plaintext és ciphertextekből, azokra ezt a kísérletet el tudjuk végezni. És minél több van, annál jobban el tudjuk különíteni az 50-50% insignifikáns részeket azoktól, ahol ez a bias benne van. És ezért kell esetenként valamilyen nagy plaintext, ciphertext páros, hogy aztán ezek a valószínűségek kijöjjenek és látszódjanak is, és el tudjuk választani a kulcs kandidátusokat. Hogy mit csinálsz? Nálad mennyi üzenet pár kellett? Nem olyan sok, ugyanis és azt hiszem 16x64 kilobajt. 65.635 kísérlet, tehát ennyi az össz brute force, amit el kell végeznem. Egy byte-nak a helyreállításához, azt hiszem. És 16 byte-ot kell helyreállítani, tehát az egész az ilyen 2-3 másodperc az egész. Ami itt történik, az, hogy megpróbáljuk brute force-olni ezt az utolsó kulcsot, ez az utolsó körnek a kulcsa, ez az ötödik round key, és ezt próbáljuk meg kitalálni. És ebben az esetben csupán annyit csinálunk, hogy legeneráljuk ezeket a biteket. Ez nem olyan sok bit, ez összesen 4 bitnek a kombinációját kell vizsgálnunk. Ezt aztán áttoljuk, illetve hát tehát az összeset, tehát ez ugye ebben az esetben ez 1 byte, meg még 1 byte, tehát ez összesen 2/16 kombinációt jelent összesen, amit végig kell brute force-olnunk. Ennek a 2 byte-nak a helyreállításához. És azt csináljuk, hogy vesszük a K5-nek mondjuk nullát, és a K5, tehát ennek a részét ezt beállítjuk nullának, és ezt beállítjuk nullának,
És ezek után visszafelé elvégezzük a műveletet. Áttoljuk az S-boxon. Ja igen, mert ugye megvan a ciphertext. Azt ne feledjük el, hogy itt az alján, ez alatt ismert a ciphertext. És a ciphertextet összeszorjuk a K kulcssal, amit mi most brute-force-olunk. Nem az egész kulcssal, nem mind a 16 byte-tal, hanem csak 2 byte-tal. Csak annyit kell végig kísérleteznünk. És azt a 2 byte-ot átoljuk az S-boxon, és megnézzük ezen a ponton, hogy mi a paritása. És megnézzük hozzá, itt fönt a paritás szintén, és ami, hogyha azoknál a kulcsoknál, vagy kulcskandidátusoknál, ahol a paritás, tehát ahol az a BIOS átjön, ott ki fog emelkedni, mert helyes lesz a paritás a statisztikából. Tehát gyakorlatilag kipróbáljuk az összes kulcsot, és megnézzük, hogy stimmel-e a paritás. És ezt minden kulcsnál eltároljuk. És ezt végigcsináljuk a nagy fájlnak az összes plaintext ciphertext párjával, és így végig számoljuk, hogy melyik kulcs hipotézisnél hányszor jön be ez a paritás szabály. És csak annál a kulcs kandidátusnál fog ez kiemelkedni, ami a helyes kulcs, mert az összes többi valamilyen random már fog alakulni, mert nem a helyes kulcsot hozza. És ennyi az egész támadás. Igen, szóban is leírtam. Nem is tudom, meg tudom talán mutatni. Egyébként ami a támadáshoz kellett, ugye ehhez a támadáshoz két dolgot kellett lefejleszteni. Az egyik támadás, az első lépés az, hogy meg kell találni egy útvonalat az SPN hálón keresztül. Tehát, hogy az S-boxnak hol milyen bias-jai vannak, melyik bitje hogyan függ a következő bitjétől, és lehetőleg az output mask az mondjuk egy vagy két bitet tartalmazon csak, mert a keverés miatt utána ez szétoszlik, és lehet, hogy két byte-ot kell utána brute force-olnom, és minél több byte-ot kell brute force-olnom, annál lassabb lesz a támadás. Tehát egy olyan útvonalat kell találnom, ahol a végén egy vagy két byte-ot, kulcs byte-ot kell csak brute force-olnom, mert különben már a támadás nem lesz túl gazdaságos. És ezt az útvonalat kell megtalálni, és végül is ezt meg is lehet találni, kiválasztod a legvalószínűbbet, és hogyha egy olyat találsz, aminek csak egy outputja van, akkor mázlid van, és utána olyat kell találni, nem is tudom. Erre talán tudok mutatni kódot. Mi az meg fancy script, és már lineár. Na. Hát jó. Szóval így most az utolsó roundot próbálom brute force-olni, erre írtam egy kis scriptet, és ez elkezd dolgozni, és kiírja nekem a különböző találatokat, ezt most megpróbálom nektek értelmezni. Ez az első mask, ez azt jelzi, hogy hanyadik bitjét vesszük. Ez az, hogy mennyi valószínűséggel bias-es az 50% fölött. És ez az output mask, ez két újabb bit. Méghozzá látszik, hogy két teljesen különböző byte-ban, mivel ezek ugye nem ugyanabban a byte-ban helyezkednek el, tehát a 225-ös bit pozíció az kisebb, mint, vagy kicsit nagyobb, mint 8 bit. És ezek után ez azt jelenti, hogy ez két byte-ban megy bele, és ez szerencsére a második roundban egyetlen egy olyan S-boxunk van, ami egyébként tök jó, aminek egy inputja van, és két output maskja van megint csak. Ami azt jelenti, hogy ugye először bementem egy byte-on, és abból mentem két további byte-ra, ez lett az input mask, és mindegyik byte-nak ugye csak egy input maskja van, viszont output maskja megint csak kettő. Mondjuk az nem byte, na mindegy.
És akkor így az egész így szétterjed, és kaptam egy elég hosszú, és ez a vége. Ennyi input mask van, és ezek meg az output maskok, ez meg nem túl mókás. Úgyhogy ez nem biztos, hogy olyan útvonal, amit végig akarok brute force-olni. Vár, ez csak 2 byte, amit brute force-olni kéne. És ez a teljes útvonalnak a biaszja a paritás tekintetében. Tehát ez például egy olyan útvonal, amit lehetne használni. És akkor ezeken a bit pozíciókon keresztül menne ez. Miután megvan ez az útvonal, utána már csak brute force-olni kell a dolgot. Az pedig nem egy nagy kaland. Itt egy S-box, amit invertálni akarok. Erre szükségem van, és akkor utána igazából csak a hardcode-olt output mask, illetve az input mask az hardcode-olva van. Az, hogy hanyadik byte-ját vesszük, az a paraméterként adjuk át. És maga a támadás az ennyi. K0-ra és K1-re generáljuk az összes lehetséges értéket. Kiszámoljuk visszafelé a ciphertextből az értéket, amit, és utána számoljuk a paritását a kettőnek, és csak azt megnézzük, hogy a ciphertextnek a visszakódolt része, a paritása az egyezik-e az plaintext, az input plaintextnek a paritásával, ha igen, akkor az adott K0, K1 értékekhez egyet hozzáadunk, és akkor ez a gyakorlatilag a vége, és a maximumot választjuk ki, és azok lesznek a kulcskandidátusok. Ezt így meg is tudom mutatni. Oké. Nem az utolsó kört támadom ebben az esetben, hanem implementáltam ugyanezt az első körnek a támadására, ezt meg lehet fordítani. És itt gyakorlatilag azt mondom meg, hogy a hanyadik byte legyen a input mask, hanyadik byte legyen az output mask, és még egy output mask, mivel ez így hardcode-olva van. És ebben a negyedik byte-ot fogom recoverálni ebből a kulcsból. És ez kb. Ilyen gyorsan zajlik. Ez az érték az. Illetve ez a másik érték. Ugye 2 kulcs értéket, tehát ugye K0-át és K1-et brute force-oltam, és K0-7D, K1 meg 88 hexadecimálisan. És 16 byte-os a kulcs, hogyha ezt így nem írok elé egy time-ot, és ezt 16-tal beszorozzuk, akkor kb. Kijön az, hogy 2 másodperc, tehát ez egy ilyen félperces támadás az egész kulcsnak a visszafejtésére. Nagyon izgalmas téma, és nem annyira nehéz a megértése egyébként, sok örömet okozott. Egyébként az interneten volt egy hasznos tutoriál az egészről, ami egy ilyen sokkal kisebb, azt hiszem 4 byte-os S-box-szal és 8 byte-os üzenetekkel, vagy valami ilyen nagyon, egy játék cypher, és azon keresztül mutatja be, aki akar ebben játszadozni, így tudom ajánlani azt az URL-t. És ebből a Dán Egyetemnek ez a Treasure Hunt-jának a feladatait be is fejezném. Én egyébként az egész Treasure Hunt-ot nagyon tudom ajánlani, rendkívül sok örömet okozott. Kiváló feladatok vannak, tök jól meg lehet tanulni mindenféle dolgot. Reverse engineering-et, bináris exploitolást, mindenféle kriptó dolgot. Nagyon tudom ajánlani. A másik challenge, amiről szeretnék beszélni, ami nekem nagyon sok örömet okozott, ez tavaly júniusban, vagyis idén júniusban volt, ez a Chess 15 Challenge, ez a Cryptographic Hardware and Embedded Systems, azt hiszem, vagy valami ilyesmi a rövidítése a Chess-nek. Ez egy ilyen konferencia, ami elég rendszeresen megrendezésre kerül, és a fókusz a kriptográfiai hardware és embedded rendszerek, és ezen belül az egyik kedvenc témájuk elég sok sokat foglalkoznak ugye smart kártyákkal és a power analysis-sel, tehát ahol mindenféle side channel attack-eket
alkalmaznak embedett kis rendszereken, és ezt elég nagy sikerrel, és itt majd még fogunk látni vicces dolgokat. Szóval az egyik első és kellemes, nem is az első feladat, négy feladat volt egyébként, és nem abban a sorrendben megyek, ahol ők sorszámozták. Az első feladat, ami számomra nagyon, azt hiszem ez volt az első, amit megoldottam, mert elég egyszerű volt. Ez volt a, kaptál egy binary fájlt, amit hogyha futtattál, akkor ez csatlakozott egy szerverhez, és ezt az outputot adta. Hogyha meg kellett neki egy inputot adni, ez a string, ez inputként lett megadva. Hogyha valaki, tehát egy hex encoded cipher AES blokkot kell megadni inputként. És amit utána az ember kap, az itt le van, ez látható a képernyőn. Annyi van, hogy ez a rész, ez le van vágva. Ez olyan 64 kilobájtnyi hosszú ez a rész esetenként. 32 kilobájtnyi hosszú, ez nagyon sok vonal és perjel egymás után, rendkívül sok, és ilyen változó mintázatokban. És azt írja ki, hogy generating P, generating Q, és hát ez itt egy side channelnek tűnik, amit az ember azonnal próbál majd kihasználni nyilván. Ezek után generating exponents, és utána kiír egy publikus RSA modulus end, és egy exponent add, és ezek után azt mondja, hogy bizonyítsd a hozzáférésedet azáltal, hogy aláírod ezt a számot, ami egy nonce, tehát egy olyan szám, amit minden futásnál újra valami randomot kapsz, és ezt gyakorlatilag ez az autorizáció signing, ez azt jelenti, hogy alá kell írni. Méghozzá a legklasszikusabb RSA-s aláírásról van szó, itt nem kell üzenetet hash-elni és a hash-t aláírni, ezt a számot kell hatványoznunk moduló, ennyi. De ehhez ismernünk kéne a titkos részeit a kulcsnak, ugye? És azt nem ismerjük, mert azt nem írta ki, hogy mi az, csak azt, hogy generálja, és ezt a side channel-t mutatta meg. Mit lehet ebben csinálni? Hát nekem az volt az első, hogy én elkezdtem kúrosok szóval elindítani ezt a programot, és lementettem az összes outputját, és ezek után elkezdtem nézegetni, hogy az N-nek ismétlődnek-e, illetve a P és a Q generátornak a stringjei azok ismétlődnek-e, és elég rövid idő után rájöttem, hogy bizony ismétlődnek. Tehát ez azt jelenti, hogy az volt a hipotézis, hogyha ez a szekvencia, ez egyedi és azonosítja azt a P-t vagy azt a Q-t, amit generált, és hogyha még egyszer ezt a szekvenciát meglátom, akkor az azt jelenti, hogy valószínűleg ugyanazt a P vagy Q-t generálta. Na most a feladat készítői valamilyen oknál fogva valóban azt tették, hogy lekorlátozták a lehetséges P-k és Q-k számát. Azt hiszem összesen egy olyan 500 vagy 1000 darab különböző P és Q sikerült nekem az egész feladat során megismernem. És ez tök jó, mert onnantól kezdve, hogyha látok egy ilyen stringet, egy P-t vagy egy Q-t, amit már láttam korábban, akkor csak előveszem azt az end, amit korábban láttam ehhez a P-hez vagy Q-hoz, és veszem a legnagyobb közös osztóját az aktuális N-nel. És hogyha ez megvan, akkor kiszámoltam vagy P-t vagy Q-t, és ezáltal meg ki tudom számolni a másik P-t vagy Q-t, és hogyha ez megvan, akkor már aláírni is tudok. És ennyi volt a feladat. Ja igen, miután az ember aláírta, ezek után valamilyen AES ciphertextet, amit az elején paraméterként megadta, dekódolt neked. És hát ebben lehetett hozzájutni a flaghez. Hogyha nem sikerült aláírni jól, akkor ilyen wrong authentication kódot kapott az ember. Ez maga a teljes támadás. Miután láttam, tehát amit itt írok, hogy elkezdjük kapcsolatot létesíteni a szerverrel, és lementjük az összes P és Q, nem, az összes N-et indexelve a P és Q mintázata alapján. Úgy, hogyha később látok egy P és Q mintázatot, akkor le tudom kérdezni, és meg tudom nézni, hogy mi a hozzátartozó N. És akkor ebből lesz a legnagyobb közös GC common, igen, osztó, ez az aktuális N, amit most látok, plusz az N, amit annó láttam,
És abból tudom, a legnagyobb közös osztója az pont az a PLS, amit tudok, hogy annak a stringjét már láttam egyszer. Ezt ki tudom számolni. Ha megvan P, akkor nyilván N-t el tudom osztani P-vel, és akkor ebben megkapom Q-t. Az RSA-hoz ki kell számolni még Phi-t, és venni kell ki kell számolni D-t, ami moduláris inverze E-nek, moduló Phi, és a D az a hatvány, amire a digitális aláírásnál hatványoznom kell a számot, amit kaptam, méghozzá a moduló N, és ez lesz a szignatúra. És ezt innentől kezdve már le tudom generálni, alá tudom írni, el tudom neki küldeni, és itt CVC mód, ami visszajön az AES, azt dekódolni tudom, és innentől kezdve megvan a feladatnak a megoldása kriptográfiailag. Nagyon egyszerű, és mégis tanulságos, mert kellett RSA-t implementálnom egyszer az életbe végre. Következő feladat, rendkívül jó feladat volt, nagyon imádtam. A feladat az úgy nézett ki, hogy az ember kapott egy ekkora PNG-t, hogy nem tudtam megnyitni a laptopomon, mert akkor a memóriát foglalt el. Úgyhogy ezt egy ilyen remote gépen, egy developer gépen kellett elindítanom, és a display-t exportálnom, és akkor végre megláttam. Ez csak egy részlete, ez egy nagyon kicsi részlete a PNG-nek, kb. Valami ilyesmit láttam. Ez nem más, mint egy ROM-nak, egy dekappolt ROM-nak a fényképe. Ez egy ROM, amiben látszik az, hogy melyik bit mire van állítva. Csak azt nem lehet tudni, hogy a fehér vagy a fekete az egyes bit. Azt ki kell találni. Meg hogyha az ember elkezdi ezt itt számolgatni, akkor ezt itt azt számolja, hogy ez 16. Hogyha ez 16, akkor kérdés az, hogy hol van a most significant és a least significant bit, jobb oldalt vagy bal oldalt, aztán utána az ember elkezd gondolkozni, hogyha ezt itt nézi, hogy itt látszik, hogy ez 2x8 rész, mert itt látunk ilyen ismétlődő dolgokat, olyasmi, mint hogyha nem lehet tudni, hogy mi ez, de látszik, hogy két részre oszlik. Tehát ez valami 16 bites architektúra, ahol még azt is ki kell találni, hogy a byte-ok azok föl vannak-e cserélve, vagy nincsenek, ugye, mint ilyen inteles őrültségeknél, vagy nincs. Szerencsére nem. Kiderült, hogy ez egy Game Boy ROM, és miután ezt a képet átalakítottam bitekké, a biteket binárissá, ezt a binárist betoltam egy Game Boy emulátorba, ez a kép fogadott. Úgyhogy kiderült, hogy tényleg egy Game Boy ROM, és itt ez fogadott, és kis játszadozás után kiderült, hogy ezt a szürke kis kockát itt fönt, ezt négy pozícióba tudom itt elhelyezni, és négy pozícióba itt elhelyezni, és hogyha Enter-t nyomok, akkor nem történik semmi. De hogyha elég sokáig nyomom az Enter-t, akkor egy idő után kiír nekem egy ilyet. Mondjuk ehhez kurva nagy mázli kell, hogy ezt írja ki, de az interjú text után, hogyha kiderül, hogy igazából hexa inputnak felel meg ez a 4x4-es rács, csak nem írja ki, hogy melyik mit jelent, azt mondjuk ki lehet találni, ezek után be lehet vinni egy hexa stringet, ami nem más, mint egy AES blokk megint csak. És a Game Boy ROM ezt az AES blokkot próbálja AES-sel dekódolni. Na most itt viszont padding problémák merülhetnek föl, és ezt ő nagyon lelkesen jelzi is a user felé. Innentől kezdve adott a feladat, ugye ez egy padding oracle, amit egy Game Boy emulátorban fut, és ebből kell kiszednünk a kulcsot. Ez nem olyan nehéz, ezt mindjárt megmutatom, hogy történik. Az első gondolata az embernek, hát hogyha itt van a ROM, és AES csinál, akkor biztos benne van a ROM-ba az AES kulcs, úgyhogy az ember először megpróbálja megtalálni, hát benne megtalálja az AES kulcsot, sajnos nincs benne. Kiderült később, hogy ez egy white box AES implementáció, ami nem tárolja a titkosítás kulcsát teljesen egyszerűen recoverálhatóan. Viszont aki ezt a versenyt végül is második helyen végzett, nem nyerte meg sajnos, a white boxot egy memória side channel támadás segítségével szintén recoverálni tudta visszafejteni, és azt hiszem azon a héten meg is jelentette a papert erről a témáról, hogy side channel attacks on white box implementations címmel, vagy valami ilyesmi, és végül is az eredménye, hogy attól, hogy egy block cipher white box, az még nem jelenti azt, hogy ő nem tudja recoverálni a kulcsot belőle. És ezt nagyon szépen be is mutatta egyébként. Az egészről van egy write-up, ezt tudom ajánlani, a srác mindent leírt, van hozzá egy wiki oldal, ezt megosztom szintén. Visszatérve ehhez a feladathoz, mi a padding oracle?
Hát paddingről van szó. A block cipherek esetében ugye a titkosítás művelete mindig azonos mennyiségű biten hajtódik végre. Ebben a példában 8 bites blokkokat használunk, tehát ez nem pont az a példa, amihez a feladathoz tartozik, de itt látjuk a paddinget. Hogyha a blokkunkba már csak 3 bájtnyi adat van, mint az első példában, akkor padding után bekerül még 5 darab byte, hogy fel legyen töltődve a blokk 8 byte-os méretre. Hogy milyen számmal kerül ez kitöltésre, ez minden esetben az a szám, ahány byte paddingelésre kerül. Ebben az esetben 5 byte kerül paddingelésre, így 5-tel paddingelődik az összes üres byte. Ebben az esetben 2 byte hiányzik, úgyhogy 2-vel paddingelődik itt 1-jel, és már csak 1-jel. Ebben az esetben a blokk az pont akkora, mint a ciphertext, és ilyen esetben az utolsó blokkot mindig egy teljesen üres padding blokkal fejezzük be, ami azt jelenti, hogy itt 8-akkal van feltöltve. Ez pedig egy redundáns példa, ez visszatér ugye az első példához. Tehát gyakorlatilag így néz ki a padding az AES-CBC üzemmód esetében is. Ezt használják. És ez számunkra lehetőséget ad egy majdhogy nem non-ciphertext támadás elvégzésére, hiszen abból indulunk ki, hogy tudjuk, hogy ott 4-nek kell lennie. Egyébként nézzük meg gyorsan a CVC üzemmódot. A CVC üzemmód ugye az úgy néz ki, hogy most az utolsó blokkot nézzük, ugye itt van a padding, csak ebben az esetben van padding, itt nincs padding, mert itt ugye az összes előző blokk az mindig 8 vagy 16 byte-os, és csak az utolsó blokk az, ahol ugye nem biztos, hogy pont ugyanannyi byte-unk van, hogy egy teljes blokkot betöltsünk. A CBC-nél ugye mindig az előző ciphertext blokkot backsoroljuk még a titkosítás után, és így kapjuk meg a plaintextet. És ez segíthet minket egy támadásnak a felépítésében. Méghozzá a támadás az úgy néz ki, hogy ez az utolsó blokk, amit dekódolni akarunk, ez a ciphertext, és ehhez a kulcsot akarjuk rá visszafejteni igazából. Tehát ugye a ciphertextet ismerjük, a plaintextet is ismerjük, viszont ebben az esetben nem azt akarjuk, hanem a kulcsot akarjuk visszafejteni, azt pedig tudjuk, hogy ez CBC üzemmód, tehát a plaintext az ismert számunkra, ugye van nekünk egy nagy fájlunk, ahogy mondtam az elején, hogy van egy nagy ciphertext plaintext párosunk, úgyhogy van ez és ez, és vesszük az utolsó blokkot, és ezt a state-et akarjuk kiszámolni, már pedig ezt a state-et ki tudjuk számolni, hogy úgy, hogy paddingelés ellenőrzésére vesszük rá az AS végrehajtónkat, az AS implementációnkat. Tehát ebben az esetben azt jelenti, hogy C1-et, ezt a ciphertextet most nem veszem az aktuális példából, hanem én magam generálok egy random ciphertextet, és csak az utolsó byte-ját határozom meg. Először ezt nullára állítom. Veszem a plaintextet, veszem a mondjuk ebbe pont meg kéne fordítani. Tehát gyakorlatilag az emulátornak, a Game Boy decodernek küldök egy ciphertextet, aminek az utolsó byte-ját én határozom meg az első esetben 0, aztán 1, aztán 2, aztán 3, aztán 4, és így tovább. És megadom neki a ciphertextet is, és azt átküldi, és összegszorolja az én ciphertextemnek az utolsó bájtjával. Hogyha az utolsó bájtja helyes, akkor azt fogja nekem mondani,
amit itt mondott, good padding, mert ez azt jelenti, hogy ami eredményül kijött, az pont a 0-1 érték. Hogyha ezt kitudom, hogyha tudom, hogy ez helyes, tehát tudom, hogyha ezeket végig generálom, tehát gyakorlatilag csak annyit csinálok, hogy csak a ciphertextnek az utolsó bájtját változtatom, és összekonkatenálva a ciphertext 2-vel betolom az orákulumnak. És az orákulum csak akkor fogja nekem azt mondani, hogy padding oké, okay, hogyha ez itt 1-re jön ki. Hogyha ez megvan, mondjuk, hogyha ez a ciphertext 1 utolsó bájtja, mit tudom én, 99, akkor itt az jön ki, hogy ugye az I2 az egyenlő, a C1 az én hamisított, szorozva a P2, ami ugye 0-1, ugye, hogyha a padding az 1-nek kell lennie, akkor tudom, hogy a 94 szorozva 0-1 az 95, és akkor ez azt jelenti, hogy ismerem I2-nek ezt a bájtját. Ez pedig függ a kulcstól. Ami azt jelenti, hogy ki tudom számolni az igazi P2-t is, hiszen a C1 16 szorozva, vagy szorolva az I2 16-tal, ami ugye ebben az esetben a 95, az pontosan a plaintext utolsó bájtja. És így dekódolni tudom, anélkül, hogy a kulcsot dekódolnám, a valódi plaintextnek az utolsó bájtját. Ezek után elkezdem az utolsó két bájtot addig módosítani, amíg itt az eredmény 2-2 lesz, tehát így az utolsó kettő, nyilván ezt már tudom, tehát ezt az értéket tudom, tehát azt már el tudom érni, hogy ez az érték mindig 2 legyen. Csak ezt az értéket kell brute force-olnom. Ez azt jelenti, ahhoz, hogy ezt a plaintextet brute force-olva visszaállítsam, ehhez maximum 16x256 kísérletre van szükségem. Ez nem olyan sok. És ebben egy plaintext blokkot sikerült recoverálnom. És ezt el lehet játszani aztán az összes többi blokkra is. Tehát ez a maximális kísérletek száma blokkonként 16x256. Ez 4096 kísérletből legrosszabb esetben helyre lehet állítani a plaintextet, csak azáltal, hogy itt felszámolsz 0-tól 255-ig, aztán itt, mert egyesével szépen visszafejted ezeket a bájtokat, és ezekből a bájtokból viszont ki tudok szorolni a plaintextet a végén. Nem volt a szájfeltetnek a plaintext, volt meg is a kulcsomot, hogy Hú, megnézem. Jó kérdés. De igazából kulcsolja a kíváncsi, nem? Várjál, jó kérdés. Ja, nem volt hozzá ez a plaintext. Ja. Azt nem mondtam. Jogos a kérdés, itt nem volt plaintext. Itt csak ciphertext van. És a ciphertextet akarjuk. Ez a ciphertext. Igen, ez csak a... Azt hiszem ez a PNG volt, és ez a file. Igen, jogos a kérdés. Itt nincsen plaintext, valóban. Nincs is el szükség. Tök jó, webben tök jó URL-ok vannak ebben a témában. És az utolsó feladat, amit be akarok mutatni, ez az kedvencem volt, óriási örömet okozott. Itt ebben az esetben kaptál egy WAV fájlot, egy kriptogramot, és kaptál valamilyen ismert plaintextet. Ezt majd mindjárt megmutatom, hogy ez mit akar. És hát ez egy plaintext recovery key, tehát a non-plaintext key recovery támadás.
az úgynevezett correlation power analysis, hogy ez hogy jött ki. Az így nézett ki, amikor megnéztem, legeneráltam a spektrogramját a WAV-fájlnak, akkor valami ilyesmit láttam. A WAV-fájlnak ez a része az, ami a hallható tartomány, itt valamilyen szöveg van, azt meg lehet hallgatni, sokat nem mond. Itt fönt lehet látni ezen a részen, ez egy HTTP URL bele van kódolva a spektrogramba, ide, hogyha az ember elmegy, kap plusz információt, ez nagyon sokat segít egyébként. Ezt meg is tudom mutatni, ez talán érdekesebb úgy. Ez a spektrogram, ez így néz ki, hogyha ki vagyok zoomolva, hogyha belezoomolok, akkor itt tényleg ott látszik a szöveg az URL, ahol több információhoz lehet jutni. Itt alul itt ez a szöveg, ami valóban elhangzik, és ami itt még feltűnő, az ezen a részen, itt egy ilyen, hát nem tudom, visszatérő mintázatnak nem nevezhető, de valami periódikus valami látszódik. Méghozzá elég hosszan. Ami vicces, mert az URL-en ezt a szöveget olvassa az ember, hogy az audiofájlban még van 156 egymás követő fogyasztási görbe, amit már lehet, hogy megtaláltál. A plaintextek, amiket ezeknek a görvéknek a generálására felhasználtak, azt ezen az URL-on lehet megtalálni, és csak kisbetűvel és új sorok nélkül lettek generálva. Mindjárt mutatom, ez hogy néz ki. Itt az embernek először el kell gondolkozni, hogy mi is az a fogyasztási görbe. Nekem ez nem volt azonnal teljesen egyetemű, de nyilvánvaló volt, hogy ez valami power támadás. Egyébként a szöveg, amit itt hivatkozik, hogy mik a plaintextek, az így néz ki. Ez valamilyen skót költőnőnek, azt hiszem, az ő ékes anyanyelvén írt vers, vagy nem tudom micsoda, és ez a szöveg, ezek 16 bájtos stringek gyakorlatilag, amik hát nem tudom, ilyen statisztikai betűgyakorossági támadásnak biztos, hogy ellenállnának. de erre hála Istennek nincs szükség. Hogy nézett ki vissza a spektrogramra. Ezek a görbék, amik itt periódikusan látszódnak. Ezeket ki is lehet olvasni, de hogyha az ember mondjuk Audacity-ben megnézi nem a spektrogramját, hanem a waveformját, akkor azt látja, hogy itt pontosan, hogyha az ember rámér, akkor kiderül, hogy pontosan 50 periódusonként vannak ilyen spike-ok. Fölfelé vagy lefelé. Ugye ez a hallható tartománynak a, meg valószínűleg az bekódolt URL-nek a jelei, de ezek a spike-ok, ezek lesznek valószínűleg azok a fogyasztási görbék, amiket mi szeretnénk használni, vagy támadásra felhasználni. Meg is mutatom még, hogy mi van itt még. Az volt. Hogyha megnézünk egy a 156-od részt a WAV-fájlnak a... Tehát, hogyha először is azt csináltam, hogy a WAV-fájlt decimáltam 50-ed részére, tehát, hogy csak minden 50-edik jelet hagytam meg, ez ugye a powered rész, ami számomra érdekes, és amit eltároltam abból, ezt rajzoltam. Ez az első majdnem 1000 jel, ami így megmarad. És ez így elég szépen mutat bizonyos, hát nem tudom, jellegzetességet. Nem tudom, lehet, hogy valahol van még jobb is, de elvileg ezek a
szabályos tüskék, amiket itt látunk, ezek a, ebből pont 10 van. És az AS-128-nak pont 10 köre van. Micsoda véletlen. De tudjuk, hogy AS-t használ. Hát, akkor nem itt van. Há, rossz könyvtár. Jó, akkor ezek már nincsenek legenerálva. Kiváló. Hogy néz ki, ugye ez egy AS, szintén megint csak CVC üzemmódban van használva, ezt lehet tudni a feladatból. Hogy néz ki az AS? Ugye az AS esetében van, legalábbis a 128 esetében 10 kör van. Az első körben az egy ilyen, ezt a kettőt együtt kell nézni, hozzáadjuk a round key-t. Tehát összekszoroljuk az aktuális körnek a kulcsát a plaintext-tel, majd ezek után n-1-szer elvégezzük ezeket a műveleteket, ez a substitution, tehát ez egy hashbox gyakorlatilag, egy shift, amikor permutálunk, még egy kis permutáció, és a végén pedig van egy újabb XOR művelet. És ezek után újabb Xbox, és ugye az Xboxnál már láttunk, itt lehetett akár, de mondjuk az AS-nél nem szokás még lineáris vagy differenciális kriptoanalízissel, de felmerülhet az emberben az ötlet, de nem ez a megoldás ebben az esetben. Ugye vannak méréseink. Csináltam képet. Kiváló. A lényeges rész, ez az első 135 mérés, a minden, tehát ugye a WAV fájlban 156 fogyasztási görbe van eltárolva, hogyha magát a WAV fájlt 156 darab részre bontjuk, akkor mindegyik rész az pont egy-egy görbe. Mindegyik görbe, azt tudjuk, ezt írták a textfájlban, az ezeknek a skót vers 16 bájtosainak a titkosítása. Ami itt történik, hogy valaki letitkosította ennek a versnek az első 16 bájtját, és közben megmérte a fogyasztási görvéjét a kripto hardvernek. Ezt eltárolta. Ezek után fogta a második 16 bájtját ennek a versnek, letitkosította, és közben eltárolta ennek a fogyasztási görvéjét a WAV-fájlba. És ezt így egymás után elvégezte ezt a műveletet, aki elkészítette ezt a feladatot, és azt tudjuk, hogy az AS-nél van egy érdekes támadási felület, ami miatt én az AS-t annyira nem tartom viccesnek, mert az AS-nek van egy kulcs expanziós része, még mielőtt elkezdődik maga a titkosítás, és maga az nulladik körnek a kulcsa, az pont az egész kulcs, az eredeti kulcs, az AS 16 bájtja. És ezek után, ami történik, ugye a round key-t, azt hozzákszoroljuk, és ez a nulladik esetben, vagyis az első kör esetében pont ugyanaz a 16 byte, mint ami az AS-nek is a kulcsa, nem csak az expandált, hanem az expandált első 16 byte-ja az egyenlő a nem expandált kulcssal. És ez történik itt, hogy a kulcsot azt összekszoroljuk a plaintext-tel. És itt látjuk a kék, az az átlagos fogyasztás, míg a piros, az pedig az összes 156-nak az összes fogyasztás, tehát egymásra
tehát az a 156 görbe az mind a piros színnel van jelölve, és így egymásra látjuk vetítve. A kék az, ami az átlaga ezeknek. Hogyha ezt kivonjuk egymásból, akkor valami ilyesmit kapunk. Amit ezzel tudunk csinálni, ez gyakorlatilag normalizáljuk a középértékükkel a fogyasztási görbéket. Tehát az összes fogyasztási görbének vesszük a minden pontjába vett középértékét, és avval normalizáljuk a fogyasztási görbét. Tehát, hogy kivesszük azokat a részeket, amik átlagosan közösek az összes fogyasztási görbében, és ebben csak az eltérést tartjuk meg. És ezek után alkalmazzuk ezt a nagyon kedves egyenletet, amit egyébként a valószínűs, vagy mi az a statisztikából hoznak, ez a Pearson kovariancia nevű egyenlet, ahol két dolgot csinálunk. Vesszük a... ezt leírtam szavakkal, ez sokkal egyszerűbb így. Legeneráljuk a hipotéziseket, méghozzá ez azt jelenti, hogy az összes mind a 16 pozícióban legeneráljuk egyesével, nem egy, tehát hogy igen, tehát hogy vesszük a, ugye van 156 non-plane textünk, és azon elvégezzük karakterenként elvégezzük az S-box-ig tartó, S-box utánig tartó AS lépéseket. Tehát az első kör, amíg az első kört végrehajtjuk, egészen, vagyis az AS-t addig hajtjuk végre, amíg az első S-boxból kiesik, ami kiesik. És ezt elvégezzük mind a 16 pozícióban, ez 16x256 művelet. És ezt elvégezzük az összes plain textünkre. Ebből kapunk egy ilyen mátrixot, aminek a mérete az 256x16x ahány részünk van, ahány non-plane textünk, illetve hozzátartozó fogyasztási görvénk van. Ez egy nem túl nagy mátrix, ez még kezelhető. Főleg, hogyha az ember lecsökkenti. Ja nem, ebben az esetben nem. Tehát ez egy kezelhető méretű mátrix. Ezek után, ami ebben a mátrixban eltárolásra kerül, számoljuk, ami kiesik az S-boxból, annak az értéknek, a Hamming súlyát. Tehát ez azt számoljuk meg, hogy hány bit van egyesen. És ezt tároljuk el ebben a mátrixban. Ezek után van egy olyan mátrixunk, ami 256x16x ahány non-plain text és fogyasztási görbe párunk van, ott minden egyes pontjában pontosan fogjuk tudni, hogyha ezen a pozíción, a non-plain texthez ezt a kulcsértéket használjuk, akkor abból ennyi a Hamming távolság, ami kiesik. Ezek után ezen a mátrixból kiszámoljuk az átlagos Hamming súlyt, méghozzá minden plain textre, az összes kulcsértékre. Ez egy 256x16-os mátrix lesz, és ezt kivonjuk a Hamming súly mátrixból. Gyakorlatilag azt csináltuk, mint amit itt csináltunk, hogy kivontuk az átlagos fogyasztás, kivontuk a görbékből, és akkor ezt kaptuk. És ugyanezt megcsináljuk a plain textekre is, csak a plain texteknél nem mérést végzünk, hanem a plain texteknél elvégezzük a magát, a műveletet az S-box utáni eredményig, és annak a Hamming távolságát vesszük, vagyis a Hamming súlyát vesszük. És így kapunk egy normalizált mátrixot, amiben
a Heming súlyok szerint normalizálva van. A titkosított és a plaintexteknek az összes lehetséges kombinációja. Tehát itt igazából ebben elvégeztük a felső lépést, itt ez az xi-x átlag, ez azt jelenti, hogy az x-edik plaintextből kivonjuk a plaintext Heming távol, súlyát, és ugyanúgy ugye itt a y-edik traceből kivonjuk az y-nak, tehát az összes y-nak az átlagát. És ebben mindkét tényezőt normalizáltuk, és ezek után itt ez az SX és SY, ez pedig az általános eltérést számolja. Tehát, hogyha szóban akarjuk elmondani, akkor a súlyok középértékeit és a fogyasztás középértékeivel elosztjuk ezen szabvány eltéréseinek szorzatának gyökerével. Ez gyakorlatilag ezt csinálja az egyenlet. És hogyha ez egy korrelációs mátrixot hoz létre számunkra, és ezt meg is mutatnám még egyszer, ez itt látszik. Ez szépen lerajzoltan. Elvileg itt lent, lehet, hogy ezt tudom nektek. Igen, tudom. Kiváló. Szóval itt látszik egy valószínűség, és itt látszik a 0-tól 255-ig az összes kulcs byte kandidátusnak a valószínűsége, hogy teljesíti ezt a Heming távolság korrelációt. És ebben az esetben azt látjuk, hogy ez a nulladik byte-ban nagy valószínűséggel valami, nem tudom, ilyen 10 körüli érték lesz a helyes kulcs byte, mert ott korrelál a trace és az általunk legenerált összes lehetséges kulcs és plaintextből származtatott Heming távolság. A Heming távolságot, Heming nem távolság, Heming súlyt, egyébként azért ez onnan származik, amikor egy hardware eszköz valamilyen műveletet végez, akkor attól függ, hogy a műveletnek az eredménye hány bitje egyes, az meghatározza, hogy abból indulunk ki, hogy minden egyes bit az áramfogyasztást jelent, mert hogy ezt valahogy közölni kell egy dróton keresztül. És nem tudjuk, hogy melyik bit az egyes, viszont azt tudjuk, hogy kb. Hány bit az, aminek egyesnek kell lenni, és abból tudjuk azt számolni, hogy kb. Mennyi fogyasztásnak kellene lennie, hogyha itt 4 bit van kigyújtva, vagy 8 bit van kigyújtva, vagy ilyesmi. És amit itt csinálunk, az az, hogy ugye ebben a feladatban is volt egy nagy plaintext. Volt egy nagy kriptogramunk és a non plaintextünk. És az összes, tehát a 156 trace-re kiszámoltuk az összes lehetséges nulladik pozícióban az összes kulcsjelöltet, és megnéztük, hogy hány esetben korrelál a trace, 156 trace valamelyike, avval a Heming távolsággal, amit mi számítottunk az adott kulcs kandidátusnál. És annál a kulcs kandidátusnál lesz a legnagyobb a korreláció, kiemelkedően nagy, amelyik a valódi. És ezt itt lehet látni, ebben az esetben ez a nulladik pozícióban, ez ilyen, nem tudom, 10 körüli érték lehet. Az első pozícióban láthatjuk, hogy az egy ilyen 70-80 körüli érték, és így szépen tovább. Ehhez az kell, hogy legyen elegendő részünk. Hogyha nincs elegendő részünk, akkor ez a korreláció, ez a spike, ez nem tud annyira kiemelkedni, hogy egyértelmű legyen. Ezt látni is fogjuk. Lesz egy pozíció, ez az. A
a tizedik pozíció, a tizenegyedik pozícióban látjuk, hogy ez a győztes, de hogyha egyel kevesebb részünk lenne, akkor ez még vezetne, és akkor hibás kulcshoz vezetne. Tehát ez egy statisztikai támadás, ami akkor működik jól, hogyha minél több mérésünk van. Hány minten alapul? Ez 156. Egy 155 mintelek volna, akkor már... Akkor már itt, akkor itt ki kellett volna választani kézzel valószínűleg. De a többinél még nem kellett volna. Tehát ezt is meg lehetett volna feltenni, csak akkor itt kézzel kellett volna eldönteni, hogy akkor jó, ha nem ez, akkor másikat meg kell nézni. Nyilván, hogyha csak 120 van, akkor sokkal több ilyen spike van, ami nem biztos, hogy a helyes. Hát ott azokkal is lehet még játszadozni, mert az is nagyon leszűkíti a kulcs méretet, vagy az kulcs tartományt. De ebben az esetben 156 az, ahol mindenhol a helyes kulcskandidátus az, ahol a korreláció kijön a maximálisra. Ja. Egyébként... igen. Egyébként ez a maga, ez a Pearson korrelációs koeficiens, ez a statisztikában elég népszerű, így körbe googliztam. Wikipédián, meg For Dummies, meg mindenhol van, tehát ez egyáltalán nem a kriptográfiához tartozik. Gyakorlatilag, ami itt a korrelációs power analysisnél történik, az az, hogy feltételezzük, hogy hogyha elvégezzünk egy known plaintexten egy titkosítási műveletet, egy általunk választott kulcssal, akkor annak az outputjának a Hamming távolsága, az Hamming súlya, köszönöm, az csak akkor, köszönöm, állandóan elkövetem ezt, az csak abban az esetben fog korrelálni a trészekkel, hogyha a helyes kulcs kandidátust használtuk. És minél több trészünk van, annál jelentősebb lesz az a korreláció, és annál kevésbé fognak a hibás kandidátusok bezavarni a képbe. És a korreláció számításához pedig ezt a statisztikában használt Pearson korrelációs egyenletet használjuk. Ennyi igazából az egész támadás. Amit az érdekes, az az, hogy ugye tudni kell, hogy az az xi-x átlag, illetve yi-y átlag, ez pontosan mit jelent. Tehát, amit mutattam nektek, az yi-y átlag ugye az a trészek, mínusz a trészek átlaga, míg az xi-x átlag az pedig a titkosított mindenféle kandidátussal titkosított Hamming távolságok, súlyok, Hamming súlyok, mínusz az átlagos Hamming súly. És az egész pedig a deviációval, a átlagos általános eltéréssel elosztva. Erre tudok egyébként még kódot is mutatni, azt hiszem. Ja, egyébként a stringeket megmutatnám. Tehát ezek a stringek, amik felhasználásra kerültek, ez a 156 plaintext, amit letitkosítottak valamilyen kulcssal, és aminek a fogyasztási görbeit kaptam meg még. Tehát ezt plusz a fogyasztási görbét ismertük. A másik, amit tudok mutatni, ez a Attack Python. Igen, egy szép Ashbox. 16x16-os. Itt pedig a Hamming távolságot sokkal egyszerűbb egy lookup táblából kiszámolni, ahol egyszerűen bemegyek, hogy ennek a byte-nak mi a Hamming távolsága, és ez a lookup tábla ezt nagyon gyorsan nekem visszaadja, ahelyett, hogy számolgatnám a biteket. És maga a támadás egyébként az egy numpi, mágia jellegű dolog. Gyakorlatilag ez egy ilyen háromdimenziós matrix, ahol a plaintext i-edik pozícióját összegszorolom n-t, ami felveszi az összes értéket 0-tól 255-ig, tehát ebből már egy matrix, és utána ugye a matrixon elvégzem az S-box műveletet, és utána pedig a matrixnak az értéket helyettesítem a Hamming súlyukkal. Utána a Hamming
súlyok átlagát számolom, azt itt teszem, és amikor ezzel végeztem, akkor kivonom az eredeti mátrixból, ahol a Hamming súlyok vannak, a Hamming súlyok átlagát, azt itt teszem, és ezzel gyakorlatilag normalizálom az első részét a kifejezésnek. A következő lépésben a trészekkel ugyanezt elvégzem, itt a fogyasztási átlagot számolom a trészekből, és kivonom, ez, szerencsére NumPy-vel ez ilyen nagyon szépen valósítható meg, ez mindkettő matrix, és az E-traces matrixból kivonom a power min value matrixot. Szerintem ez rendkívül elegáns. Tudom ajánlani mindenkinek. Utána mindenféle ki is rajzolom ezeket a dolgokat, de a lényeg az a végén ez a kifejezés, ahol ugye összeszorzom és összegzem. Ez az összeszorzás, ez ebben az esetben egy matrix szorzás, ahol a trészeket összeszorzom a Hamming súlyokkal, a normalizált Hamming súlyokat összeszorzom a átlagos fogyasztásra normalizált trészekből, és ezek után pedig általános eltéréssel elosztom, azt pedig így számolom. Ezek után kiválasztom ebben a matrixban, ami keletkezik. Matrix, ebből kiválasztom a maximális értékeket, és ezek lesznek a kulcs kandidátusok, és valóban ez ki is dobja nekem a megoldást. Ezt meg is tudom mutatni, de nem akarom most megmutatni. Ki tudom kommentezni. Szerintem elég gyorsan le fog futni. Hagytam plotot valahol? Nem. A Calculating Candidates-nél ugye végig számolom az összes lehetséges kulcs kandidátusra a non-plaintextekre az S-box utáni műveletig, kiszámolom a Hamming távolságát, kiszámolom a különbségét a kandidátusoknak és az átlagos Hamming súlynak, ezek után végzem a trészeken is ezt a műveletet, és ezek után elvégzem magát a támadást. Ez az ismert helyes kulcs, ez pedig az, amit számoltam, és a támadás során. Tehát ezt csak ellenőrzésképpen írom ki, hogy a helyes kulcsot találom-e meg, és valóban ez a helyes kulcs. Egyébként ez a támadás azért rendkívül aranyos és vicces, mert szerintem a hardveres AES eszközökön, ez szerintem a mai napig jól használható. Tehát ez a Power Analysis Side Channel támadások, ezekre kevés védekezés van, illetve ahol van, az ott sok pénzbe kerül, úgyhogy nem biztos, hogy tehát smart kártyákban és egyéb embedded eszközökben erre lehet számítani, hogy erre még nincsen védekezés, illetve ha van védekezés, azokat is meg lehet kerülni egyébként, csak az több trace mintának a vételét jelenti általában. A randomizálás az egy működő védekezési forma, ez csak költségesebbé teszi a támadást, mert több mintát kell venned. És utána a randomizációt azt ki tudod statisztikai eszközökkel szűrni. A zajt ki tudod szűrni.
csak több mintát kell venned. Egyébként ez egy érdekes kutatási terület, mert vannak rá védekezések, és hát nyilván a legjobb védekezés az, hogyha a műveleted ugyanannyi energiát fogyaszt minden esetben. De ezt mondjuk nem biztos, hogy meg tudod csinálni. De egyébként vannak ilyen blinding módszerek, ami esetleg működhet, hogy az elején backszorolod valamilyen értékkel, és a végén valahogy, hogyha az megoldható, akkor újra backszorolod ebből az értékkel, hogy tehát elmaszkolod a kulcsot, és a végén valahogy, tehát erre vannak ilyen különböző védekezési módszerek, de ezek, amennyire én tudom, mindegyikre van valami támadási forma. Ami érdekes az az, hogy egyébként szerintem, hogyha most a piacon lehet kapni egy ARM LP4370 CPU az NXP-től, az 80 megasample per szekonddal tud mintavételezni 14 biten, az elegendő ahhoz, hogy egy, és ez a CPU-hoz kerül 7 euróba. Tehát az eszköz ahhoz, hogy egy ilyen támadást a mintákat vételez, annak a költsége szerintem nem több, mint 10-15 euró. És abból simán ki tudod olvasni, és le tudod, 80 megasample per second, ebben az esetben 35 sample-re volt szükségem, hogy a támadáshoz. Tehát nem is a teljes, tehát a 156 titkosításnak mindegyike az 1000 valahány szempelből állt, de ebből effektíven, amire nekem szükségem volt, az elején az első 35 szempel. És tehát most létezik olyan mintavételezési CPU, ami tud 80 megasamples per second-ot. Tehát ez még akár, tehát, és egy embedded eszköz általában nem 80 megahertzen ketyeg. Vagy ha ketyeg, mondjuk nem egy smart kártya már. És egyébként szerintem a 80 megasample per second is, per másodperc is. Hogyha elegendő mintánk van, akkor még az is használható tud lenni. Szerintem, hogyha olyan eszköz ellen támadunk, aminek a frekvenciája nagyobb, mint 80 megahertz. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon izgalmas terület, és én biztos, hogy fogok építeni egy ilyen eszközt, amivel tudunk áramfogyasztást mérni gyorsan. És akkor lehet ezzel tovább játszadozni, ez egy rendkívül gazdag és izgalmas terület. Egyébként, amit tudok még ajánlani, ez a... nem Monsanto, hogy hívják őket? Na mindegy, szóval van egy ilyen csapat, most nem jut eszembe a nevük, ők csináltak egy ilyen challenge gyűjteményt igazából. Ez a kriptográfia, a kriptoanalitikus támadásoknak ugye szerintem a 70-80%-át összegyűjtötték, és csináltak rá egy-egy feladatot, és azt hiszem valami 7 szinten vannak feladatok, és minden szinten 10-15 feladat van, és egymásra épülnek. És bizonyos szintek csak a szimmetrikus kriptóval foglalkoznak, bizonyos szintek csak aszimmetrikus kriptóval, és ilyen dedikált szintek vannak, vagy témák igazából, nem biztos, hogy szinteknek lehet nevezni, de igazából egymásra épülnek, és egyre nehezebbek. Az elején nagyon egyszerű feladatok vannak, olyan szinten, hogy az ember ránéz, és nincs kedve megcsinálni, csak aztán rájön, hogy a következő feladathoz az előző feladatot meg kellett oldanom, és mégis meg kell csinálni, és akkor így az embernek egy kicsit így elmegy a kedve, de amikor már megvan az összes ilyen primitíve, ami kell ahhoz, hogy a későbbi feladatokat megcsinálja, akkor már sok örömet okoz, és nagyon jól be lehet gyakorolni, nagyon tudom ajánlani. És hát vannak ezek a profi challenge-ek is, ahol ugye lehet rendes RSA kulcsot faktorizálni, meg lehet elliptikus görbét diszkrét logaritmizálni, invertálni, illetve... Lepüsztelenet próbáltál már? Hogy? Lepüsztelenet próbáltál már? Nem. De itt van, igen, az MQ challenge is. És egyébként nekem a kedvencem ez a DPA challenge,
ahol pont a, ez a konferencia, ahol ez a verseny volt, ők a 2007-ben, 2008-ban és 2009-ben is kidobtak egy csomó trészt, és azt mondták, hogy kimondja meg legkevesebb trészből, vagy legkevesebb nem tudom miből a kulcsot, vagy a, vagy, és egy ilyen nagyon komoly verseny alakult ki minden évben, és nagyon érdekes, és jó támadások kerültek ki belőle, és helyenként még a forráskód is elérhető. Sajnos a verseny már rég vége, azt hiszem 2009-ben volt vége, de ez szerintem nagyon-nagyon dobott a power analízis támadásoknak a fejlődéséhez ez a három éves contest. Ezt nagyon tudom ajánlani, ott érdemes elnézelődni egy kicsit. Ja, és ebben azt hiszem be is fejeződött, és akkor így visszamehetünk bármelyik challenge-hez, és megpróbálhatjuk ezért rekonstruálni részleteiben, hogy hogy is, amit most átugrottam, dolgokat, részleteket. Ha valakinek van kérdése, kedvenc témája, amit újra át akarunk nézni, akkor azt most beszéljünk erről. Nekem itt a hardware-es fogyasztás mérésnél merült el, hogy ez igazából fizikailag pontosan hol mérik? Az volt a kérdés, hogy a hardware-es támadásnál a áramfogyasztást az hol mérik fizikailag? Ez magán a CPU-n, ahol a titkosítás művelet éppen végrehajtódik. Tehát ez egy olyan támadás, ahol neked egy CPU-hoz hozzáférésednek kell lenni, hogy ezeket a méréseket el tud végezni, és ezen a CPU-n egy kriptográfiai műveletnek végre kell hajtódnia. Akkor csak így nem tudom elgondolkoztam, de valószínűleg, hogyha kiütöztetően, akkor meg feltehetek volna, de hogyha nem tudom, ahol nem ilyen kiugró érték van, az közben méri magának a CPU, és rá van kötve még egy leedés, amikor éppen mennyit van a teljesítmény, akkor oda küldi inkább az áramot, ami később már nem látszik a körbéből. Lehet, hogy nem tudom. Jó hangzik. Nem tudom, hogy meg lehet-e csinálni. De egyébként, hogyha ezért meg lehet csinálni, akkor ne szabadalmaztasd, légy szíves, mert akkor 20 évre nem fogjuk tudni használni. Lehet egy utat kérdésre, mert szerintem ugyanez a harmadik, hogy ezekből a processzorokból, ezekből maga a kulcs meg ilyen minden benne van kódolva. Vagy egyszer, vagy ez ilyen általános eszközök, vagy speciális egy-két. Hát képzelj egy smart kártyát például. Az a kérdés, hogy a kulcs az bele van a kódolva a CPU-ba. Hát képzelj egy smart kártyát például. Tehát ott simán lehetséges az, hogy a smart kártya és a bankot kommunikál, és neked semmi közöd az egészhez. Igazából te, mint felhasználó, te maga vagy a támadó, és a bank teljesen jogosan valamilyen posztterminálon keresztül, vagy bármin keresztül kommunikál a chip kártyával, és te közben oda nyúlsz egy multiméterrel, vagy valami intelligensebb eszközzel, és így te a banknak a nem tudom milyen AS kulcsát próbálod visszafejteni. Tehát ebben ilyen szinten kell itt gondolkozni. Nekem még egy kérdésem lenne egy olyan challenge-hez, amiről nem volt egyébként szó. Ja, csak megígyeztem, amikor csináltad ezeket a zászlós emberkéket. Ah. Sikerült megfejteni? Nem. Az volt a kérdés, hogy itt volt még egy negyedik feladat ezen a versenyen, amiről én most nem beszéltem. És az volt a kérdés, hogy ezt megcsináltam-e? Sajnos nem. De egyébként az a feladat nem is volt annyira kriptó feladat, hanem az egy ilyen sakk feladvány volt igazából. Azt annyira, tehát marginálisan érzem volt köz a kriptóhoz, és miután elolvastam a megoldást, én nem vagyok benne biztos, hogy ezt megoldottam volna, mert hogy a kriptóhoz semmi köze nem volt. A sakknak egy nagyon speciális változatához viszont annál több. A sakk, ha már itt tartunk, akkor gyorsan elmondom, de maga a feladat az úgy nézett ki, hogy az ember kapott egy képet, amin, azt meg is tudom mutatni, ahelyett, hogy beszélnék róla.
Szóval ezt a képet kapta az ember, és